Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Vásárcsarnok épület előtt, a zajok is hallatszanak már, bizonyára önök is hallják, így elkezdődtek a munkálatok. Erről beszélgetünk Molnár Pállal, a Városgondosság igazgatójával. Milyen munkálatok kezdődtek most a piac épületén? Ahogy említette, megkezdődtek azok a piaccsarnok felújítási munkák, amelyek belettek tervezve már az elmúlt évben. Az elmúlt időszakban ugye egyértelművé vált, hogy a piaccsarnok felújítása szükségessé válik, és a város beadott korábban egy olyan pályázatot, amely a város központját érinteni, és ebbe a város központi felújítási programba, pályázatba be tudtuk illeszteni a vásárcsarnoknak a felújítását. A korábbi megállapodás értelmében ezt a munkát el kellett volna kezdeni már az elmúlt évben, de pont abban az időszakban lett volna felújítás ütemezve, amikor is az árusoknak a legnagyobb forgalmuk van, tehát karácsony környékén, és azért az árusok kérésére, valamint a vásárlók megnyugvására is áttették ezt az időpontot 2015. február elejére, és a hétfői nappal megkezdődtek a felújítási munkálatok. Itt akkor most addig a piac az átmenetileg hogyan fog működni, hiszen látjuk, hogy itt ezen a részen az új épületben mennek az üzletek, akik bent voltak, ők hova költöztek az idő alatt? A vásárcsarnoki épületében semmilyen árusítási munkát, semmilyen vállalkozást nem lehet folytatni, azért sem, mert építési, felvonulási terület is balesetveszélyes lenne, valamint nincs folyamatos energiaszolgáltatás, nincs elektromos áram, valamint vízszolgáltatás sincs, ugyanis a felújítás érinti mind a elektromos áram, elektromos rendszernek a felújítását, valamint a szennyvízrendszernek a felújítását is. És akkor akik itt bent árultak, ők addig ideiglenesen nem árulnak, vagy pedig a kinti helyen ugyanúgy árulhatnak? Ez igény szerint történik. Van olyan bérlő, aki azt mondta, hogy ő a kinti piaci területen is fog árusítani, van viszont olyan is, aki a éves szabadságát most fogja letölteni. Meddig fognak tartani a munkálatok? Hát úgy terveztük, és úgy lettek a bérlők is kiértesítve, hogy február 1-től, 2015. február 1-től 2015. március 15-éig véget érnének a felújítási munkák, és utána elfoglalhatják a bérleményeket. Szó volt korábban arról is, hogy a tetőszerkezeten is lesz valami felújítás. Ez most lesz a lehetőség, vagy ez egy másik pályázat lesz majd? Ebben a pályázatban is van a tetőszerkezetre vonatkozó felújítási munka, egy konkrétan egy hőszigetelést ad, ugyanis hőszigeteléssel nem ellátott a tetőszerkezet, valamint az úgynevezett vápacsatornákat, amelyek befogadják a lehulló csapadékot. A vápacsatornák temperával lesznek elektromos fűtőszálakkal, és elkerüljük ezzel azt, hogy a jegesedés során a lefagyott felületen szivárgás áteresztés történjen meg. Itt említette a szennyvízhálózat felújítását, esetleg utána bent a járófelületet is sikerül ebből a pénzből felújítani? Önmagában a pályázatban nem szerepel magának a járófelületnek a felújítása, a szennyvízrendszer egy nagyon-nagyon elavult, és a pályázati kiírás engedte azt, hogy bekerülhessen a szennyvízrendszernek a felújítása, hogy a felületet is újra betonozzuk, vagy esetlegesen egy új ipari beton réteget kap, de a pályázatban nem szerepel. Azonban, ha az önkormányzat tud a 2015 évi költségvetésében forrásokat biztosítani erre, abban az esetben megtörténik ez is. Akkor erre még majd vissza fogunk térni, és akkor az elmondottak alapján, ha jól értem, akkor március végén visszáll a régi rend. Bízom benne, hogy március közepén, hogyha nem lesz olyan akadály, amely miatt nem tudják az időpontot a kivitelezők tartani, akkor március közepétől már egy megújult vásárcsarnok fogadja mind a bérlőket, mind pedig az ide látogatókat, akik vásárolni szeretnének. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!